Díjazottunk iskoláit Jászberényben végezte, az akkori fiúiskola, ma Nagy Boldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola és gimnázium zenei tagozatán, majd a Lehel Vezér gimnáziumban érettségizett. 1973-ban Egerben a Hósi Min tanárképző főiskola orosz énekzene szakán, 2003-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekzene tanár és karvezetés szakán szerzett diplomát. Kezdőpedagógusként régi iskolájában felső tagozaton éneket tanított. Az ott eltöltött 4 év alatt számos megyei és városi rendezvényen szerepelt a felső tagozatos kórussal és a kamarakórusokkal, több versenyen aranyérmet és első díjat nyertek. 1977-től 33 évig docensként tanított a helyi főiskolán. Munkája elismeréseként 2007-ben megkapta a Szent István Egyetemi Bobérkoszorú aranyfokozatát. 47 évig volt tagja a Palotási János vegyeskarnak, 28 évig a kórus másodkarnagya. 2011. szeptemberében már nyugdíjasként megalapította a Cantata Nobis énekegyüttest, melyben volt kollégái, általános iskolai és főiskolai tanítványai, zenét szerető barátai és ismerősei énekelnek. Az eltelt 4 év alatt aktív résztvevői a városi rendezvényeknek, és nagy sikerrel mutatkoznak be az ország különböző településein, például Budapesten, Komáromban, Lajosmizsén. 2013-ban a 19. Jászvilág találkozó alkalmával elhangzott Karl Orff Carmina Burana című művének betanításában, előkészítésében, lebonyolításában az énekesekkel, zenészekkel, vendégművészekkel tartotta a kapcsolatot. 2015-ben az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékező műsoruk az eseményhez méltó, színvonalas és lélekemelő megemlékezés volt. 2016. júniusában mutatják be a Jászok című történelmi dal- és táncjátékot, az elsősorban jászberényi énekkarokból verbúválódó kórus karigazgatójának, díjazottunkat kérték fel az alkotók, mely óriási szakmai elismerése eddigi életútjának.